parkolójegy vásárlása 34 Dunaszerdahelyi parkolóautomata valamelyikéből, vagy parkolójegy vásárlás SMS segítségével. Az autósok e két lehetőség közül választhatnak. Mobiltelefonnal 2016-ban kétszer annyian vettek parkolójegyet, mint egy évvel korábban. Ami a parkolókártyákat illeti, tavaly közel 1400-at adtak el, a legtöbbet az évesből. Ezekben a napokban is sok kártyát értékesít a cég. A januári meg a februári hónap a legerősebb, amit a parkolókártyát a vásárlást illeti. A bukifolyólag is a nyitvatartásunk a parkolószolgálatnál megvan hosszabbítva, reggel fél 9-től délután 4 óráig van nyitva irodánk. A municipál városi cégnek a parkolórendszer üzemeltetéséből származó bevételből 2016-ban 130 ezer eurót kellett befizetnie a városi költségvetésbe. Idén módosult az előirányzott összeg. 2017-es évben az összeg a 150 ezer euró. Bevétel növekedett tendenciát mutat ki, én remélem, hogy a év végig ezt a összeget be fogjuk tudni fizetni a város felé. Tavaly a városban az összes parkolóautomatát lecserélték, és azóta az üzemeltetőkhöz nem érkezett panasz a működésükkel kapcsolatban. A parkolójegyeket és a parkolókártyákat továbbra is a városi rendőrök ellenőrzik.